A karácsony közelettével vásárlási láz lesz úrrá az embereken. A boltok polcain megsokasodnak az áruk, és az online térben is sok akciós ajánlat várja a vevőket az ünnepek előtt. Ez a férfi úgy nyilatkozott, már rég elkezdték az ajándékok beszerzését. Mindenkinek más a szíve vágya, kinek mi a kis állattól a hoverboardig, és mivel hogy ilyen összetettek a kívánságok, ezért mi elkezdtük fokozatosan ezeket a dolgokat megvalósítani, elsősorban internetről, ugye ott az olcsóbb, ott van több olcsóbb lehetőség, és vannak még dolgok, amik még függőben vannak, de összességében nem állunk rosszul a karácsonnyal kapcsolatban. Egy nagymama azt mondta, ő inkább már pénzt ad az unokáinak. Az igazság az, hogy én már a nagy unokák vannak, uradom pénzt, hogy is ők vásároljanak, esetleg csak ilyen Mikulás vagy ilyet veszek, már én nem vásárolok, mert nem, ízlésük már nem az, ami az enyém. Fischer Sándor, a Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke úgy véli, jó évet zárnak a kereskedők idén. A kereskedelemben az év vége, november-december az a hónapok, amikor a vállalkozók a évközben megtermelt jövedelmüknek egy jelentős részét megtermelik, hiszen az évközi eladások, az a fenntartás, az egyéb tevékenységekre elegendők, a jövedelmet az utolsó két hónap biztosítja számukra. Őt az utolsó időszakban utolértük azt a jövedelmi szintet, ami volt a válság előtt, és láthatóan növekszik is. Ennek több oka is van. Elsősorban a lakosság jövedelme növekedett, ugye a munkanélküliség az ártakkal szembe nem nőtt, sőt, most már munkaerő hiány van, és ezek a tényezők odahatottak, hogy nőtt a lakosság vásárló kedve, és még az elmaradt vásárlásokat is most pótolják. Tehát azt mondhatnám, hogy ez a következő két hónap az jelentős kereskedelmi forgalom növekedéshez fog vezetni. Az iparkamara elnöke azt is hozzátette, hogy ezzel nem csak a boltok járnak jól. Mi is, mert vásárolni akarunk. Akarunk is, meg vásárolunk is. És benne van a lakosságban az, hogy ami eddig elmaradt, vagy amitől féltek, hogy esetleg lesz munkanélküliség, esetleg visszaesnek a jövedelmek, a bérek, az elmaradt, mert a bérek is növekedtek, munkanélküliség sincs, tehát a vásárlási kedv megnőtt a lakosságnak. A mai világban azonban legtöbben már az internetről szerzik be az ajándékokat. Az elmúlt években nagyon fellendült Magyarországon az elkereskedelem. Szinte már nincs is olyan ember, aki még soha ne rendelt volna az internetről. Rendeltem már külföldről amúgy, és csak jó tapasztalataim voltak. Egy másik járókelő úgy nyilatkozott, több mindent megtapasztalt már az online vásárlás terén. Van, amikor teljesen zökkenőmentesen megy minden, de van, amikor nem érkezik meg, elmarad a rendelés, tehát attól függ, honnan rendelünk. Ez a nő azt mondja, ő is rendelt már az internetről, de csalódott a kapott áruban. Nem ugyanolyan szép az anyag, mint aminek látszik a képen, nem a méret, nem jó, akkor vissza kéne küldeni, és én nekem ez fárasztó. A magyarországi online vevők már csaknem kétharmada belföldről és külföldről is egyaránt vásárol. Az ünnepek előtt sokkal többen rendelnek, ezért érdemes már most az ajándékok után nézni, hogy mindegyik a fa alatt lehessen. A külföldről vásárolt csomagok terén azonban több minden van, amiről nem szabad megfeledkezni. Nem mindegy azonban az, hogy Európai Unión belülről vagy Európai Unión kívüli országból rendelünk. Az Európai Unió szabályai biztosítják az áruknak a szabad mozgását, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy ha egy másik tagállamból rendelünk Magyarországra, akkor nincs vámeljárás, tehát nem kell vámot fizetnünk, tulajdonképpen az áru behozata nincs korlátozva. Persze itt is vannak kivételek, ilyenek például az alkohol és dohánytermékek, vagy egyes gyógyszerek, vagy például vadászfegyverek, amiknek a szabad mozgása az Európai Unión belül korlátozott, vagy például engedélyhez, vagy igazolásokhoz kötött. Viszont, hogyha az Európai Unión kívülről rendelünk, onnan érkezik az áru, akkor minden esetben történik vámeljárás. A postai forgalomban érkező áruknak a vámkezelését a Magyar Posta látja el. A postai vámkezelés az tulajdonképpen automatikusan történik. Július 1-től az Európai Unión kívülről történő vásárlások, rendelések esetében mindig be kell nyújtani a vámáru nyilatkozatot, és megszűnt már a 22 eurós áfamentes értékhatár, tehát ez azt jelenti, hogy minden egyes Európai Unión kívül
kívülről érkező vásárlás áru esetében áfát kell fizetni, ennek a mértéke 27%, illetve 150 euró értékhatár felett pedig vámot is kell fizetnünk. A 150 eurós Európai Unión kívülről történő árubehozatal esetében, ugye, mint mondtam, 150 euróig mentesség van, viszont itt is vannak kivételek, dohány-dohány termékek, alkoholtartalmú termékek és a parfümök. Ezekre 150 euró alatt is kell vámot fizetni. Mózsik Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Tolna megyei sajtóreferense hozzátette, kétféle módon lehet megfizetni a rendelt áruáfáját. Egyszer ugye úgy, hogyha mondjuk előre kifizetjük az árunak az ellenértékét, azzal együtt kifizetjük az áfát is, vagy pedig úgy, hogy amikor megkapjuk az árut, akkor fizetjük ki az ellenértéket, és akkor fizetjük meg az áfát is. És a vámtétel is úgy kerül meghatározásra, hogy, mint említettem, vámáru nyilatkozatot kell benyújtani. Amikor rendelünk, akkor megadhatunk a postának egy, hogyha ugye postai úton történik az árunak a rendelése, postai úton fog érkezni, akkor megadhatjuk a postának a meghatalmazást arra, hogy a vámkezelést elvégezze, és ez azt jelenti, hogy ők fogják kitölteni helyettünk bizonyos szolgáltatási díjért fejében a vámáru nyilatkozatot, és elvégzik az egész vámkezelést, tehát nem kell tennünk semmit. Amikor a postán átvesszük majd a terméket, akkor kifizetjük az ellenértéket, a postai szolgáltatási díjat is, és a vámot, illetve hogyha az áfát, illetve hogyha kell, akkor a vámot is. A statisztikai adatok szerint Magyarország lakosságának közel 70%-a használja az ajándékok beszerzéséhez az online felületeket, és a felmérések szerint a legtöbben 35 és 75 ezer forint közötti összeget szánnak a karácsonyi meglepetésekre.